Bizonyára te is hallottad a legfrissebb hivatalos felmérésekben, hogy a családok élelmiszerre és üzemanyagra költik a havi jövedelmüknek közel a 82%-át. Kérdésem, vajon neked mindegy, hogy mennyit fizetsz ezekre a szükséges dolgokért? Tudod-e például, hogy a benzinkutak milyen áron jutnak üzemanyaghoz? Hát sokkal olcsóbban, mint ahogy gondolnád, ők egységesen úgynevezett listaáron kapják az üzemanyagot. Erre jönnek aztán kutanként a különböző felárak, ami abból adódik, hogy országúton van, autópályán van, vagy valahol is eldugott faluban, és ezt a felárakat, ami legalább 30-50 forint per liter, ezeket a felárakat kell nekünk adott esetben, mint fogyasztóknak megfizetni. Na, és akkor itt kezdődik az, amiért én ezt a felvételt neked elküldtem, mert megvan a lehetőségünk arra, hogy megkérdezzem tőled, hogy vajon te is szeretnél-e listaáron hozzájutni az üzemanyaghoz? Szeretnél-e listaáron vásárolni, akár magánember vagy, akár céged, vállalkozásod van, akár több autót is üzemeltettek, vajon kiszámoltad-e, hogy mennyit tudnál megtakarítani, ha listaáron vásárolhatnád ezentúl te is az üzemanyagot? Vagy tovább is van, mondjam még. Én már rendelkezem egy olyan benzinkút hálózatnak a kártyájával, amikor is az üzemanyagot én a listár alatt tudom még további kedvezménnyel megvásárolni. Hogy konkrétan fogalmazzak. Amikor én vásárolok, ha gázolajat vásárolok, akkor 12 forint plusz áfával kapom a listár alatt az üzemanyagot. Ha normál benzint vásárolok, akkor 5 forint plusz áfával, és ha extra üzemanyagot vásárolnék, amit szoktam is időnként, akkor 18 forint plusz áfával kapom listaár alatt az üzemanyagot. Nem kell elhinni, én már használom ezt a kártyát, nagyon szívesen meg tudom mutatni neked a különböző bizonylatokat, hogy ez így van és működik. És ez még mindig nincs vége. Azt kell hozzátennem, hogy aki ezzel a kártyával rendelkezik, illetve ebben a programban részt vesz, az plusz rendelkezik még egyfajta podgyászbiztosítással, rendelkezik egyfajta balesetbiztosítással, sőt, még a kártya birtokosainak az is van megadatik, hogy Magyarországon 150 km-es körzeten belül bárhol lerobban a gépjárművével, vagy használhatatlanná válik, elszállítják. Hát nem tudom, hogy tetszik ez a lehetőség? Számodra is megérne egy misét, egy ilyen beszélgetést, ha ez érdekes? Keresd meg, nagyon szívesen folytatjuk élőben a beszélgetést. Tudod, hol találsz meg, állok rendelkezésedre. Szervusz, köszönöm, hogy meghallgattál.